napot kívánok, mama. Tessék beengedni. Tetszett feküdni? Jó Istenem. Kis kutya hallgat. Cseppi. Az a másiknak hasas? Nem hasasra. Hát mekkora pocakja van? Egyes víroz. Hát de mekkora pocakja van? Hát az olyan fajta. Egyik csöpi, a másik bocskór. Mert olyan divatos nevet adtak neki, de én nem tudtam azt a nevet kimondani, hanem régi nevet adtam neki. Aztán hát az egyiket elneveztem csöpinek, a kicsit, a másik meg bocskórnak. Értem. Aztán hát ezért... Így néz ki. Tessék, megvan az igazat, mert még én feküdtem, mert nagyon beteg vagyok most újabbul. Tessék. És mi a baj tulajdonképpen? Először is az, hogy az öregkor is meg nem mindenkor tudok úgy főzni, vagy azt tenni, amit esetleg elkívánnék. Így tehát én csak ilyen szegényes állapottól vagyok. És teljesen egyedül tetszik élni? Egyedül, mert ez a lakás nekem csak haszonélvezetileg van hagyva közbe. Hát mert kié a lakás akkor? Kié a ház? A ház valamikor Kis Sándoré volt, mert én özvegy Kis Sándorné vagyok. Én Kis Sándorral laktam 20, nem tudom hány évig, már nem tudom elmondani, és nekem hagyták haszonélvezetileg, mikor Sándor elhalt a lakást. Így azt én magam lakok. Úgyhogy... A gyerekeké lett a ház? A saját gyermekeié a ház. 24.633 forint a nyugdíjam. Hány gyereket tetszett a világra hozni? Én 4-et, apa nélkül. Na, hogy? Azért, mert még eleinte nem volt apjuk, és 4-et hoztam a világra. Pali fiamat, a Gránát szétvágta, utána jött Kati, utána jött Mari, utána jött Laci, aki itthon lakik Böszörménybe. Mert az apám nagyon italos ember volt, az anyám. Még egy ilyen párnát se tudott volna adni, mint ami fekszik. Értem. Én nékem a gyermekeim hitelbe voltak csinálva. Azaz, hogy nem tudott az anyám félrezadni, ott megint csak próbáltam, de ahány gyermekem van, amennyi év van köztük, most már 3 van meg. Ahány év van köztük, annyiszor voltam csak férfivel, még azt mondhat, hogy igen, 200 se voltunk együtt többször. És nékem meglettek a családok, édesanyám nem volt olyan nagyon goromba hozzám, meghagyta, hogy megszüljem, mert akkor még nem volt az a részleges időjárás, mint most, hogyha valami bajod van, akkor elígy az orvosova, gyere azt, itt a gyógyszerot, tehát kapd be azt, itt meg aztán, hát akkor kipisíled. És én a világra hoztam 4 gyermeket. Egy a Gránát szétvágta, a másik pedig lent szinte megintelen. Laci lett az utolsó, az oroszok túl lett,
elvittek engemet a kórházba, de viszont mikor levetkőztettek, gatyába voltam, azt kérdik tőlem, még fel se vettem a kombinétot, azt kérdik tőlem, hogy mondja csak maga, azt mondja, Zsuzsika néni azt mondja, hogy család vagy ide van valamilyen? Mondom, semmim sincs, csak amit most itt magamon hoztam. Azt mondja, erre a három orvos így jutak az asztalnál. Azt mondta a három orvos, hogy na, azt mondja, kitelik a szülei vagyonából. Én meg hirtelen csip-csap, mint az ördög, kaptam magam, most is itt van a rongyom, idehajtottam, az udvaron öltöztem fel, pucéron, csak a gatya volt rajtam telehassal. Azaz, hogy már akkor már beleléptem a negyedik hónapba egy nappal, mert kiszámolták oda be. Erre felkérem szépen, gyönyörűen hazajöttem, hittak engem vissza, mondom, hagyjanak engem békét, mondom, ha él az urának, hanem meg akkor döklik a kutyának. Világra hoztam szépen, nagyon szépen, negyedik iskolás koráig felneveltem. De a negyedik iskola, így mutatom, mert ezt nem tudom, a negyedik iskola hátuljával kezdték a gyermeket nagyon csúfolni. Ruszki Laci, meg közben, hogy én akkor olyan nagyon piacos járó voltam, hát a debreceni piacon valósággal igaz, hogy mint a ruszkik hordtak olyan rongyokat, én arra nem is gondoltam, csak olyan ruhát, nem az a fajta volt, csak olyan ruhát vettem olyan, hogy ne kelljék téli kabátot még rávenni, hanem akkor úgy ott volt az iskola, azt által sütött, mit ott ment. Elég Drén Zsuzsanna névnek Drén László volt, de én megvallom az igazat, ő olyan akart lenni, hogy olyan semmis. Én meg intézetbe adtam, az, hogy intézetbe adtam, hát Darvas Lászlónak nevezték el. Gyermekkorában nagyon jó gyermek volt, nagyon jó anya szerető volt, de most már, hogy megnősült, hát tudja az Isten úgy elfordult, hogy még megvalva az igazottan, még nem is anya szerető. A többi gyerekével mi van Rikainek? Az enyém. Az egyik Szilváson lakik, na hogy, Kati Szilváson lakik, Laci itthon van, Pali a gránát szit vágta, hogy is mondjam. Azt hol vágta szél a gránát, hol? Az erdőn. Itt? Itthon Böszörményben, mert akkor még nem tudtunk fát venni, kijártunk az erdőre, na de ő ám, a lévai gyermekikkel mentek ki, az, hogy a lévai gyermekikkel mentek, ottan hármójukat is szétvágta a gránátot. Tanáltak valami gránátot, azt piszkálták, azt megrobbant, azt szétment. A negyedik gyerek meg kim van Kanadában? Igen. Ugye? A negyedik. Pali, az meghalt, Kati, a Szilváson van, Mari Kanadában van, Laci itthon van. Na hát, az utolsó férjétől volt a gyerek? Nem. Nem volt. Nem, ez ettől a kis Sándortól nem lett család. Felakasztotta magát. Sándor? Uh-huh. Itt ebben a lakásban? Ott kívül hátul volt olyan hosszú szín, aztán hát annak a... Azt miért? Ő tudja. Nem hagyott hátra semmit? Nem. Semmi. Se pénz, semmi. Semmi, hogy írás hagyott volna, vagy... Beteg volt? Nem.
olyan beteg nem volt. Onnan felvette a páskaskát, az kiment tűzre valahogy. Hát mondom, de soká jön. Hát majd kimegyek hát. Még megvan az igazat, ez a szomszéd bácsi megvolt, ahol vettük le, behoztuk, mert olyan súlya volt, hogy ketten bebírtuk, még akkor jobban bírtam én is. Ketten behoztuk, ide lefektettük. A rendőrséget kellett hívni. Szokott-e valaki ránézni Zsuzsika nénére? Senki! Az Sándor családjából egyszer se jöttek, mióta meghalt. Az már össze-vissza vagy nyolcvankettőbe temettük, tám, ha jól tudom. Így nem tudom pontosan megmondani, már most nagyon felejtek, hogy öreg vagyok. Hát persze. És akkor saját maga látja el saját magát? Magam, ahogy tudom. Ki főz? Magam, ahogy tudok. Például ma mi lesz az ebéd? Azt se tudom. Nem is tetszi tudni. Nem tudom. Ki szokott vásárolni? Magam. Szomszédok nem segítenek esetleg? Hát, ha fizetek érte, de nem tudok fizetni, mert mivel fizetre kapulok és mit nyugdíjból? Mivel fizetre kapulok és nyugdíjból? Nem tudok fizetni, ott nem tudok, mert úgy tessék elképzelni, hogy ha nyújt az ember valamit, akkor elmennének, ha nem kap semmit, akkor köpnek egyet, ott mennek. De Zsuzsika én drága, hát van olyan a önkormányzatnál, hogy szociális segély, hoznak ebédet, meg ilyesmit, azt nem... Elhiszem, de viszont még én idáig a két kutya véget is, meg magam véget is, amit kutfolok, megeszek, én nem is tudok utána járni, mert azért sok utána való járás van, mert megvalva az igazat, hallottam már róla, hogy sok utána való járás van, az én menyem nem ír arra rá, hogy hát én utánam csavarogik, mert ő a piacon árul új ruhákat. Nem tudok egy szál szalmaszálat mutatni, de tudok egy... Ennyi nem jut rá, Darvasra a fiam ezért nem is jön felém se. Annyi pénzem van, hogy körül tudom a házat kívül takarítatni, mert ez kötelességem is. Most tessék megmondani nekem, miért van ez a, mire van ez a felvétel újságban? És honnan tetszik tudni, hogy én felvételt csinálok? Hát ne haragudjék, nem vagyok annyira a fejemre esve, hogy ne tudjam, hogy mi van a kezébe, drága. Megint megkérdezem, mert tetszett mondani, hogy rádiót hallgat. Szoktam rádiót hallgat, honnan? Szoktam. Kis rádiója. Kis rádió. És akkor elég sok mindennel tisztában, csak hát felejt az ember már. Nem annyira felejtek, csak beszélni nem szeretek. Az hiába van bennem, hogy mondjam. Pedig éppen azt akarnám megkérdezni, hogy mi a véleménye a mostani világról? Nekem semmi, mert én nem úgy boldogulok. Már most, hogy nem tudok dolgozni. Megvan az igazat, már meg főzni se tudok, kivált meg, ha ideges vagyok, és ennek ellenére az a helyzet, hogy hát a nyugdíjammal, mivel hogy a TSZ-be dolgoztunk, csekélyen meg vagyok elégedve.
mert felteszem a pénznek, mert a lányom, hogy elvitte, vagy a megyemnek, hogy odatta, aztán tudok róla, hogy nincs. Legalább annyit tudjak összerakni, hogy ne kölcsönkért koporsóba dugjanak. Meg tudom mutatni. Tehát annak a 20-valahány ezer forintnak felét el tudja még tenni, Zsuzsika? 10 000 forintot elteszek azért, csak hogy hát tudjam a házat is rendbe tartani kívül, ha belőle nem is olyan csinosan meg, hogy koporsóba ne a idege hitelt koporsóba. Értem, drága. Hogy osz majd meg, hogy sikerül ezután, hogy bírok ki fent lenni, vagy nem, ezt nem tudom. Akkor azt tessék megmondani, drága Zsuzsikáim, miért tetszik tiltakozni az ellen, hogy én megpróbáljam elintézni, hogy az önkormányzat segítsen magán? Félek, hogy meg kell fizetni, mert Darvas nem biztos, hogy még máma dolgozik, meg a menyem. Ha írnék a kanadai ányomnak, de viszont annak sem merek írni annyiból, hogy hát... Ó, Istenem, az egy olyan gyermek, hogy még annak párját másikat nem is találnának. De hogy mivel annak is úgy baja van most, hogy a lakást szerteszi, elhagyták. Hogy az most, hogy van most újabbul? Nem ír bocsánatot. Tessék, ezt írta utoljára. Ezt írta utoljára. Azt írta, az a címje. Így ír, el lehet olvasni. Drága anyám, sok szeretettel kívánok boldog anyanapot. Remélem, jól tetszik lenni, és egészséges. Szeretettel, Mária. Kanadából. Ja, Istenem, Rikai drága, és hogyha én úgy tudnám ezt elintézni, hogy nem kéne semmit se fizetni, akkor sem fogadná el, legalább naponta egyszer főtételt enne, és akkor az nem kerülne sem. Most tessék mondani. Nem tudom, mit mondana a fiam, mit mondana a menyem. Jó, igaz, hogy ők már azt mondták, hogy utána járnak. Na, de viszont csak elmondták, hogy utána járnak, és... Én igaz, hogy akkor is azt mondtam, minek, hiszen nem győzöl utána járni, mert tudtam szerint anyakönyvi hivatal, hogy is, ehhez is, ahogy is oda kell menni. Hogy az hogy sikerülne, mint sikerülne, nem tudom. Már most még rá leszek arra is. Csak azért, hogy legalább, mivel hogy 89. évben vagyok, mert ugye annyi vagyok, annyiban vagyok. Mert 1912-ben születtem január 28-án, most már a 89. évben vagyok. Hát csak azért, hogy legalább ne éhezzek. Na. Majd a kutyáknak megadok valamit, amit tudok adni. Én szerintem jutna abból azoknak is. Akar jut, akar nem jut.
kocsfolok nekik ott valamit, vagy hozzatok nekik. Mert hogy várja meg, anya, Istenem, válogatosabbak, mint egy gyermek. Az anyagat. Annyi szent biztos, tessék megnézni, hogy most is ki van téve nekik, pedig egy kis kutya ellenel is van hozzá kocsolva, és csak nem ették meg. Nem tudok többet mondani más egyemet. Most megint megkapom magamet, hogy miért árulkodok, vagy mit árulkodok. Megkapom megint a magamet, tessék el. Hány unokája van Zsuzsika értőnképpen? Itthon Böszörminbe két unokám van, Szilváson van egy, Kanadában szinte megint egy. Úgyhogy össze-vissza négy unokám van. Két családja van, egy fiú, egy lány. A fiú Pesten van, a kislány meg most végezte a gimnáziumot, de olyan nagy fába vágta a fejszéjét a kislány, hogy vagy levélíró, vagy újság, vagy tévébevondó akar lenni. Nem járok még sehova se, sőt, mi több a tévé jó volna, de a tokaira tették, nem hagyom a menyemnek sem megcsináltatni, mert én azt a sok puci picsát nem nézem. Ami abba mutogatnak. Értem, drága. Úgyhogy nagyon leöregettem. Lement a kívánságom úgy tehát, hogy még én máma idáig pontosan jár az órám, fél 11 lesz, még én idáig nem is ettem, de nem is tudom, hogy mit, mikor eszem. Most tetszett mondani, hogy nem nagyon van étvágya. Nem. Azt kérdezem, hogy széklete szokott lenni rendesen? Egyszer-egyszer. Például máma is bevettem azt a gyógyszert, amit az a szomszéd kislány adott, de nem hajt meg. Nekem volna itt egy másik, de az már elkopott, az meghajt, amikor meghajt, de másképpen nem megyen, csak ha gyógyszert veszek be. Csak ha hashajtót veszek be, akkor megyen. Enni, hon eszek, hon nem eszek, hon így, hon úgy, hon erre, hon arra. Itt hátul van kert, amit művel. Csak asztat nem én dolgozom már, most harmadik éve, azt hiszem. Mert azért, hogy hát nem bírom csinálni. Apja még nem segítenek, másra nem szorulhatok, mert fizetni nem tudok. Most ez a szomszéd Gacsó bácsi, Gacsó Sándor, azok használják a hátusok kertet, de nem fizetnek érte semmit sem. Milyen vallású tetszik lenni? Református. Igen, templomban volt valamikor? Nem szoktam menni. Nem is szokott imádkozni, de haza sem? Magamba igen. Magamba igen. És úgy kérem Istenem Uramat, megtámaszkodom. Úgy kérem Istenem Uramat, hogy vegyék el minél hamarabb, ne szenvedjek annyi sokat, mint amennyit szenvedek. Értem, drága. Ez a tök hol termett? A szomszédottat az este, mert kértem, mert tökloskát vagyok éhes, mert a szomszédnéni tökloskát főzött, az, hogyha valaki újdonságot mond, akkor véghetetlenül kívánom. Tessék! Akkor ez csak reményt jelent, hogy azért tud kívánni valamit Zsuzsika néni? Kívánni. Tessék! Csak ez a baj tetszik látni ott is a sarokban, hogy milyen patkány vagy mi szó furta ki a falat. Ezt is mondtam neki, még akar meg tessék képzelni. Sódert hozatott, porlantot vettünk, és egyik alkalomkor eladta egy munkatársának a sódert és porlantot, és hogy ezt ne
Mert azt hitte, hogy én elperelem ezt a házat, a családjától, a három jányától, hogy én elperelem a házat. Azért, amiért fel lesz betonozva, meg lesz csinálva. Azt kérdezem még, hogy Kis Sándornak hívták, ugye? Kis Sándornak igen. Hívták a kedves férjét, hogy fogadta a maga négy gyerekét? Mert hát akkor még... Se így se úgy. Ezek a kutyáknak ebbe ettek az este vacsorát, az egyik ebben már nem ehetnek együtt, mert így is még, hogy ama abból szokott tenni, a kicsi meg ebből szokott tenni. Aztán még a kicsiek is van nyolva, de lehet, hogy a nagyobbik meg nem úgy ette meg. Összeveszem. Összeborítom. Szóval hiába testvérek, nem egyeznek. Egyeznek, ha csak azért a nagyobbik többet teszik, mint a kisebb. Na nyilvánvaló. Nagyon rossz a külső része. Tessék vigyázni. Nagyon. Tehát ezt valamikor tetszettek használni, igaz? Használtuk, bizony. Ezzel a locsolóval mikor tetszett utoljára locsolni? Jó Isten tudja. Van ám itt szerszám és kalapács, könyves kalapács. Van itt minden a világon volt itt. Hát Sándor minden volt. Sándor minden mindenhez értett. Mindenhez értett. Az utcán lehullik a nád. Igen. Az, hogy lehullik a nád, összeszedem, gyújtósnak jó. Gyújtósnak bizony jó. Gyújtósnak jó. Bizony jó. Bizony jó. Ezt kell megjavítatni a nyáron, ha rákerül a sor, hogy összejön a kis pénzem. Ezt meg kell javítani. Nem jól éreztem magam, hogy őszinte legyek, na, még azt is megmutatom. Csak azért, hogy tessék. Megmutatom csak azért, hogy tessék látni. Nem tudok bilikébe pisilni. Ez a pisilő eszközöm. A bilike ott van, egy tiszta új billi, még Sándor idejében nekivettem, mert a másik kiukat, odaki is van, méghozzá meg kettő van már odaki. Mert még eleinte, míg még fiatal voltam, addig tudtam bilikébe pisilni, de most már nem tudok. Hanem ebbe vizet szoktam önteni, úgy egy liternyi vizet, azt akkor, mikor beleöntöm a liternyi vizet, egész hiccaka ez itt van. Ez itt ugye ide szoktam az ágyneműt tenni, ez a szék arrába van téve, és na mondom, reggelibe esett az eső, azt mondom, leszállok már pisíre, mert olyan rosszul érzem magam, veszek be, mondom, vagy két-három szem gyógyszert, mert ennékem csak itt volt a gyógyszerem. Akkor még szívorvosság, idegcsillapító, után értágító, tudja az Isten ötfajta volt. De mondom, veszek be egy keverport, aztán legalább jobban leszek. Akkor tetszik tudni, így lenyújtom így a lábamat, de érzem már akkor is, mint ahogy visszatartom a fejemet, hogy olyan nem jó van a fejem. Kicsit megmozgatom, közben a kurva anyád bassza meg, ez a büdös papucs, mert ez nem itt szokott lenni. Ez a büdös papucs, meg az egyik talpával volt felfele. Mondom, lenyújtom a lábamat, nyúlnék a papucsomért, hogy megfordítom, atra estem. Hát azért itt ez az orrom, azért van így, meg itt is jobban megütöttem, meg itt is megütöttem, szóval nagyon csúnyan, olyan csúnyan néztem ki, hogy közben esett az eső, Mancika, mindjárt, ahogy előjött,
Katicához ment, orvost hívtak. Orvos néni lejött, bevittek ide a nagy üzébe, az új templomba megvizsgálni. Ott meg zucc, mindjárt visszatettek a mentőbe és bevittek Debrecenbe. Ott kaptam egy hátulsó vastagbél átvilágítás, gyomor átvilágítás, hogy azt hittem, megdöglök. Hát oda be voltam, 3-4 nap, tudja már a boldog, eztek erre fel, majd bejön nekem a doktor néni. Leül ide az ágyam színére, ott, azt mondja, mert én megint ültem az ágyam. Azt mondja, kicsi néni, tetszik tudni, azt mondja, hogy miért jöttem? Nem, én mondom, tessék megmondani, ha el tetszik mondani, megértem. Erre fel mondja nekem, hogy ők a vastagbélben tanáltak valami ekkora kis forma daganatot. Azt mondták, hogy ez fog, azt mondja, engemet, azt mondja, jobb, hogyha megműtetem magamat, de én meg nem hagytam magam megműtetni, hanem azt mondtam, hogy ide hallgassanak, nem annyira olyan, ha élek valameddig élek, ha nem élek, akkor meghalok, döglök a kutyának. Így aztán így jöttem aztán haza. Hiába nem olyan nagy a nyugdíjam, de azért annak idejében még jobban tudtam főzni, meg jobban tudtam mozogni. Hát azért tessék elhinni, hogy nem voltam én lemaradva, csak most már ez a 89. esztendő annyira a nyakamra tekeredett, hogy az nem közönséges volt. Hát én ilyen beteg soha az életben, se tüdőgyulladásba, egyikünk se a hat családból, mert hatan voltunk testvére, egységünkből se voltunk tüdőgyulladásban. Semmiféleképpen se. És úgy tessék elképzelni, hogy hát én se voltam sohasem, az most has, nyál, mirigy gyulladásom lett. Hát, bocsássék meg a világ. Nem tudtam elképzelni. De hogy mit ül, nem tudom. Légy. Elmentél? Na nem baj, majd visszajössz. Süteményt ki csinálta? Ezt Mancika. Mancika? Mancika. Mosoztuk ezt magunkat. Jajjaj. Köszönjük szépen! Csók! Viszontlátásra! Igen, láttam, hogy az ablaknál tolja a képet, aztán igen. Azért kocogtam hirtelen ide. Azért kocogtam hirtelen ide. Na most megnézzük, hogy mit hoztam. Meg. Valami gombócféleség, de hogy mi lehet, nem tudom. Eddig. Nagyon finom lehet, mert nagyon jó szaga van. Nagyon jó szaga van.
leves, ilyen káposzta, vagy nem, pirított tiszta leves. Pirított tiszta leves, mert tehen a tisztája. Itt a tisztája, pirított tiszta leves. De nagyon jó. Ez kell nekem, mert nem fáj a gyomrom tűle. De finom. Nem azért, hogy nem mosatlanítsak, hanem ebből jobban esik, ha ebből leszek. Nem marad belőle semmi, ha hozzáfogtam. Megvalló az igazat, nem ettem, mamma, csak egy negyed liternyi kis teját ittam. Semmit se ettem, csak köztepültöttem. Azt éhes vagyok. Ilyen ebből nem jut a kutyának. Már abból tényleg nem marad a kutyának? Mamából meg úgyse. Így van. Hát éhes voltam. Ilyen jó ízűt meg nem ettem, még meg se tudnám mondani mikor. Mert azért, hogyha darvasné főz, akkor úgy több, vagy azért másokból főzi. De meg nem is főzött. Végeztem. Pár héttel azután, hogy megismerhettem, és a kötelességét teljesítve rendbehozatta a kis házat, csendesen örökre elaludt. Isten nyugosztalja.